Sziasztok! Üdvözöllek a Játszodj velem adón! Ma előszedtem a 10 kedvenc intelligens gyurmámat. Mindenféle nagyon vagány gyurma. Max Thinking Patty, Aaron's Thinking Patty, és meg akarom mutatni nektek az összest. Nagyon sok nagyon-nagyon különleges gyurma van, nagyon nehezemre esett kiválasztani, de kiválasztottam a 10 kedvenc gyurmámat, és itt most meg fogom mutatni. Fogtok egy kicsit csodálkozni, mert van egy pár, amiben nagyon kevés van. Ez amiatt van, mert Kán, a kollégám, néha kísérletezni szokott a gyurmákkal, és akkor például kivett belőle egy keveset, és összekavarta valami mással, vagy beletette a mixerbe, lehet láttátok a videót. Úgyhogy emiatt néha egy kicsit kevés gyurma lesz benne, de attól még nagyon szépen lehet látni a színt, és ezért nem is probléma, hogy vett belőle egy kicsit, Kán, nem haragszom rá, mindegyikből hagyott egy kicsit. Úgyhogy akkor már kezdhetjük is, a 10. helyzetem van a mágneses gyurmám. Ez egy fekete mágneses gyurma, van benne egy mágnes is. Itt van 4 kicsi kocka. Ez nem nagyon különleges színbe, csak egyszerűen fekete, de olyan erősen mágneses, hogy rendesen húzza oda a kockát. Hogyha csak úgy letesszük az asztalra, akkor az egész gyurma rá fog húzódni a kicsi mágnesre, és megeszi. A közepébe beleáll a mágnes. Szerintem nagyon vagány az, hogy létezik mágneses gyurma. Lehet húzni, el lehet szakítani, ugrál, hogyha az asztalhoz csapjuk. Ugyanolyan, mint az összes többi intelligens gyurma, csak még mágneses is ráadásul. Nagyon különlegesnek tartom, de csak a 10. helyre került, mert a többi jobban tetszik. 9. helyen van még egy mágneses gyurma, ellenben ebbe az a különleges, hogy fehér. És még jobban látszik, mint a feketénél, hogy húzódik rá a mágnesre. Nagyon vagányul néz ki, sokkal jobban fel lehet ismerni a mágnesességet, és azért szeretem ezt egy kicsit jobban, mint a másikat. És látszanak a kicsi fém darabok benne, hogy húzódnak a mágneses. Hát úgy működnek ezek a mágneses gyurmák, hogy vannak benne kicsi fém darabok, és azok aztán megmozgatják az egész gyurmát. Hogyha így kiveszem, akkor látszik, hogy szürkés, és hogyha vár az ember egy kicsit, akkor elvál szürkévé és fehéré, ugye, ahogy látszott az előbb a dobozba. És pont a kocka körül mindig sötétebb a kicsi fém darabok miatt. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt a gyurmát, nagyon izgalmas. És nagyon érdekesnek tartom azt, hogy mágneses erővel rendelkezik. És a színe pedig szebb, mint a másik, ezért lett a 9. helyezeten. És ez sokkal puhább is, mint a másik. Szeretem a konszisztenciáját. Lehet jól gyúrni, széthúzni. Egyszerűen nagyon vagány. És ezért nyerte a 9. helyet. A 8. helyen van ez a gyurma, amit mi csináltunk. A Crazy Aaron Thinking Patty-tól van. Már mutattam vele videót. És ezt mi készítettük. És az a neve, hogy édes mélytengeri gyöngy. Vannak benne kicsit csillogó effektusok. Ezt én készítettem, ezt a gyurmát. Mindjárt a másikat is, amit én készítettem, meg fogom mutatni. Nagyon-nagyon tetszik a szín, egy ilyen világos rózsaszín. És itt van a neve. Volt, aki azt ajánlotta, hogy nevezzem el vattacukornak, vagy candynek, vagy édességnek, de végül az édes mélytengeri gyöngy mellett döntöttem. Nagyon szépen csillog, olyan, mint egy gyöngy. A színe is nagyon-nagyon tetszik. Ez is természetesen olyan, mint a többi gyurma, szét lehet húzni, szét lehet szakítani, ugrik, hogyha az asztalhoz csapjuk, de van ez a gyönyörű szép színe, és az, hogy csillog, és az, hogy én csináltam, úgyhogy ezért lett ez a 8. helyezett. És hát igen, azért, mert én készítettem, még egy kicsit jobban szeretem, mint a többit, de hát ez így van, mivel hogy én dolgoztam rajta. Hát ez akkor a 8. helyezetet kapta. Mindjárt meglátjátok egy másik gyurmát is, amit én készítettem. A 7. helyen egy Crazy Aaron Thinking Patty-nak a gyurmája van.
az a neve, hogy Hókusz Pókusz. Ez egy narancssárga gyurma, és ezt is pont úgy szét lehet húzni, szét lehet szakítani, mint az összes többit. Igazából azért szeretem nagyon, mert hogyha rávilágítasz, akkor színt változtat és lila lesz. Ez a különlegessége. Úgyhogy egy kicsi UV-fénnyel mintát és pontokat lehet rajzolni rá. Szerintem ez nagyon szórakoztató és nagyon izgalmas. És ezért került be a kedvenc 10 gyurmám közé. Hát a narancssárgát nem szeretem olyan nagyon, ellenben nagyon érdekes az, hogy színt változtat. A hatodik helyen itt van egy másik, ez is ugyanolyan, ugyanazt csinálja, mint a narancssárga, az a neve, hogy Foxfire. És ez egy olyan nagyon-nagyon-nagyon csillogósan világos zöld, erre, hogyha rávilágítunk egy UV-fénnyel, akkor sötétkék lesz. Ezt még jobban szeretem, mint a narancssárgát, azért lett ez a hatodik helyre. A hatodik helyen a győztes, és a narancssárga pedig a nyolcadik helyen, a hetedik helyen, bocsánat. És nagyon izgalmasnak tartom ezt az UV-fényes dolgot. Az ötödik helyen egy Crazy Iron Thinking Patty van. Ez Rudolfnak az óra, az a neve. Ez a piros orrú Rudolfnak az óra, úgy is néz ki, csillog, piros, vannak benne kicsi csillámpöttyök. Ebbe kicsi apró csillámpöttyök vannak, amik aranyszínűek, pirosak és zöldek. Rendesen karácsonyi hangulatot ébreszt bennem. Nagyon szeretem, hogy milyen szépen csillognak ezek az intelligens gyurmák, amikbe van csillámpor. És a színe is gyönyörű. Ez a sötét piros nagyon szép. Bár nem tud semmi különlegeset csinálni, mint az összes többi gyurma, ellenben olyan szép, hogy muszáj volt ötödik helyet nyerjen. És most jön a negyedik hely. Ez az Eperség nevezetű Thinking Patty. Ezt még bemutattam nektek, biztos ismeritek. De ez változtatja a színét. Függően attól, hogy hideg vagy meleg vízbe teszed, színt fog változtatni. Néha világosabb, néha sötétebb. Ez természetesen nagyon izgalmas, még a színe is nagyon szép. Hasonlít színbe egy kicsit a mélytengeri gyöngynek a színére. Várjátok, egy kicsit mutassam meg. Úgy. Opa! Na, és akkor itt van az összehasonlítás. A mélytengeri gyöngy az egy kicsit világosabb, és ez az eperség pedig egy kicsit sötétebb. De egy kicsit jobban tetszik az eperségnek a színe, és a tulajdonossága. Az lenne az igazán király, hogyha még eper illatú is lenne, akkor első helyet nyerne. De így csak negyedik helyre került. Úgy, most láttátok az összehasonlítást. A harmadik helyen van egy Neon Flash nevezetű gyurma. Ez is egy olyan intelligens gyurma, ami ugrik, amit el lehet szakítani, amit lehet húzni, nyújtani. De nem tud semmi különlegeset. Az egyetlen dolog, amiért harmadik helyet nyert, az a színe. Olyan szép neon színű. Függően attól, hogy milyen fényben nézed, egy kicsit más-más a színe, és nagyon izgalmasnak tartom. Amikor először láttam, akkor már szerelmes lettem vele. Azóta nagyon-nagyon szeretem ezt a gyurmát. Látjátok, milyen érdekes a színe? Ez feltétlenül a kedvenc gyurmáim közé tartozik. Második helyen az a gyurma van, amit szintén én csináltam, az a neve Kati. És ez pedig akkor készítettem, amikor készítettem az édes mélytengeri gyöngyöt. Ezt azért tettem második helyzetre, mert az abszolút kedvenc színem egy türkiszkék, és vannak benne csillámporok, és nagyon-nagyon tetszik a színe. Nem is lehet ennél szebb a színe, az én véleményem szerint, azon kívül pedig én készítettem ezt is. Ennek a gyurmának sajnos nincsen semmi különös tulajdonsága, csak a színe. UV-fénnyel nem változik,
mágnesesnek se mágneses, de gyönyörű a színe, úgyhogy második helyzete van. Kezdjük most akkor az első helyezetet. Az a neve, hogy aranymámor vagy aranyláz, és ez az én abszolút kedvencem, gyönyörű szép. Az én véleményem szerint ennél szebb nem is létezik. Sajnos már csak ilyen kevés van belőle, mert Kán játszott vele, és majdnem semmi nem maradt az én kedvenc gyurmámból. Nézzétek meg, milyen szép. És már csak ilyen kevés van, úgyhogy ezt már nem adom oda senkinek. Ez az enyém. Ez olyan szépen csillog, nézzétek meg, olyan, mint az igazi arany. Ez feltétlenül a kedvencem. Imádom, hogy milyen szépen csillog, imádom az aranyszínt. Olyan, mintha a csillagos eget nézném. Hogyha így egy kicsit megnyújtom, látjátok benne a kicsi csillám darabkákat. Gyönyörű. És nagyon-nagyon szeretem, hogy hogy néz ki. Ezért nyerte az első helyet. Tehát második helyen a Kati nevezetű gyurma. Első helyen az aranyláz. Harmadiken helyen a neon. Negyedik helyen az eperség. Ötödik helyen Rudolfnak az orra. Hatodik helyen Foxfire. Az, ami UV-fényes szint változtat. Hetedik helyen Hocus Pocus. Ezt is UV-fény alatt színt változtat. Egy kicsit hasonlít a Neon Flash-re színbe, de a Neon Flash egy kicsit más, mert változik a színe a fénybe. Mind a kettő nagyon jól néz ki. És mind a kettő ugye benne van a kedvenceim között. 6-7-8. Helyen van az édes mélytengeri gyöngy, a 9. helyen van a mágneses fehér gyurma, vagy szürkés gyurma, és 10. helyen pedig a fekete mágneses gyurma. Kommenteljetek, hogy szerintetek melyik a legszebb, nektek mi a kedvenc gyurmátok? Írjátok meg kommentbe. Rossz sorrendbe tettük szerintetek? Láttatok még más gyurmát, amit bemutattunk, és nem került be a top 10-be? Egyszerűen szóljatok, írjátok meg kommentbe. Nagyon örvendek mindig, amikor olvasom, hogy miket írtatok. Abonáljátok az adónkat, nézzétek meg a többi videónkat, nézzétek meg, hogy van-e még más videó gyurmákkal, vagy hogyha nektek tetszik más gyurma más videóból.